gyűjtéket, Lakatos Krisztina, 8. osztályos tanuló vagyok. Élénken emlékszem, amikor mi álltunk itt a műsorunkkal. Ünnepségünk lelki töltetét ma a 4. osztályos tanulók adják. Balogh Norbert, Horváth Zoltán, Kapitány Arnold, Kerekes Balázs, Lakatos Jenő, Lakatos Klára, Lakatos Petra, Mihalkó József, Mocó Jennifer, Olá Attila, Olá Sándor, Sípos Ádám, Szántai Zoltán és Szántó Gusztáv. Közreműködik Gulyás Angyal, első osztályos tanuló. A műsort összeállította és a gyerekekkel készre gyúrta Rusz Lászlóni tanítónő, ebben a szép és felülmúló munkában segítette Kecskeméti Anikó tanárnő. A kezdésként a himnuszt énekeljük el közösen. Gyorsan elszálltak az évek. Emlékszem, amikor oldásként jöttem az iskolába a márciusi ünnepére. Most meg már 4. vagyok. Szeretek iskolába járni. A könyvekben minden benne van, minden szépet, bölcset, fontos dolgot leírtak valamikor. Az olvasás nem menekülés az élettől. Az olvasás az élet. Megtanultam, mi a szeretet, haza szeretet, szabadság, becsület. Ízlelem jelentését, az érzést mélyítem magamban. S ma már értem el is szó. A szókincsem része lett. Nem színház, amit most megnéztek. Nem kívülálló napműsor. Ne csak a szem és a fül, a szív is itt legyen. Azt az érzést szeretném előcsalni belőletek, ami bennünk is csak bujkált, amíg a 4. olvasókönyvből meg nem ismertük Móra Ferenc, Zrínyi Ilona üzenetét, Rákóczi eskéjét, Csokonai, Kölcsei verseit, nemzeti énekeinket. A 167 évvel ezelőtti márciusi esemény, mely értett az én ünnepem. Üzenetek a kokárdán. Hisz érzéseinket adjuk át, hogy bennetek is lágra lobbanjanak, melyet a tavasz érkezésével ebben a kokárdás márciusban a hazánk iránt érzünk. Móra Ferencről olvastuk, hogy szeretem az élet. Azt akarod, hogy szeressenek az emberek? Kezd azzal, hogy te szereted őket. Pál apostol szavai. A szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. A szeretet hosszú, tűrű, kegyes. A szeretet nem ténykedik. A szeretet nem kérkedik, nem falkodik fel. A szeretet mindent megbocsát, mindent elhagy.
férjemről magához hív engem. Rettentő nagy után előttem, de azért sietek uramhoz és hűséges férjemhez. Kötelességem hozzász magával. Semmi sem esik nekem olyan súlyosan, mint tőled elszakadni, mert te nekem bánatot sohasem okoztál. Csak tanul szorgalmasan, csak tanul szorgalmasan, és rajta légy, hogy a dicsőség koronáját elnyerjen. Nincs a világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és a jó hív. Nincs a világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és a jó hív. A földi alak elveszhetnek, a földi alak elveszhetnek, de aki becsületét vesztette, mindenét elvesztette. De aki becsületét vesztette, mindenét elvesztette. Becsüld az embereket. Becsüld az embereket. Aki másokat megbecsül, maga magát becsül. Aki másokat megbecsül, maga magát becsül. Anyai áldásommal minden jót kívánok neked. Bárhová vett a sors, maradok mindenütt és mindenkor a te forró szerető anyám. Zrínyi Ilona 1692. Szép hazánk
felé karmú ballagjában, szerkenézett s nem ne lép mondják a hazában. Bent rám, s földbe száll, hú, s kétség mellette, vél az ön lábainál, s lámtenger felette. Várálok mocsigalom, kezd csörök röpete, halálhőd és síralom, zajlik már helyette. S a szabadság nem virult, a holtak véréből, kínzó rabság könnye húl, árván ő szeméből. Vörös Márti Mihály, szózat! Hazának rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd azt, s majd a zsírod is, mely hával s eltapad. A nagyvilágon egyhívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy helyre sorskete, itt élre vannak te. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet, egy ezredét csatolt. Itt küzdenek, hol él, a hős Árpád hadhadai, itt törtek össze kapitán unyatnak karjai. Szabadság! Itten hordozák vélet zászlóidat, s elhúznak a megjobbjaid a hosszú harccal. És annyi bal szerencse köz, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem! Él nemzete hazán, s népek hazára megvilá, hozzá bátran kiárt, egy ezredévi szenvedés, ki éltek vagy halál? Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vér, s esetben annyi hűtőben szakadt meg a honél. Az nem lehet, hogy ész erő, sor szent a parát, hiába sorvadozzanak egy átok súlyat. Még jönni kell, még jönni fog egy akkor, mely után duzgó imádság ebedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország félben áll. S a sírt, hol nemzet sűnyed el, népek veszik körül, s az emberi millióinak szemében játsz könnyű. Légy hívvel, rendületlenül hazának, ó magyar, ezt értekedj, s ha elbukál, hangjával ezt akar. A nagyvilágon egyhívül minden számodra hely, álljon, hogy rájön, hozz kezel, itt élnek, hallod el! Mi van odafelírva a kerlek? Olvasd fel!
Sándor gondolata a hazáról és a szabadságról. Haza és szabadság. Ez a két szó, melyet először tanulunk anyjától a gyermek. Ha a csatában a halál elejé, utolsóan a két szó mondja ki a férfi. Thank you.
Isten a szeretetét, felkötét a szeretetét. Ismerős itt minden ösvény, virágos a fák. Ismerem itt a madárkát, daroló szavát. Szállj, te élek, messze szállj, a világot körbejár. Hirdesd, hogy így drága táj, mint az én jó szülőföldem, nincs e földön nincs. Nagyon kevesen voltam.
elfértek néhány kávéházi asztal körül, de számukra ott százon figyeltek. Írásaikat ezrek olvasták. Az utókor így nevezte őket. Márciusi ifja. Kiri József, Petőfi Sándor, Ebőri Dániel, Vasvári Pál, Jókai Bor, Dekély Alajos, Bujovszki Gyula, Lisztjai Kálmán, Vajda János, Korányi Frigyes, Nyári Albert Báró, Pass Lereben, Vidás János, Egeresi Gábor. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitván gyönge bár, legyen elved, hitet. Ha férfi vagy, légy férfi, erős, bátor, szilárd. Eszel leszakadt az ég a földre, a forradalom kitört, Olaszországban döntött a gyermekkorát, vándorolt fölfelé, minden Párizsban termekült férfi. A forradalom lángjába csapott Németországba, egyre tovább, végre bűncsek is földjújtotta. Döbbenet volt az ország lelke akkor, egyetlen sumpaj morajlott tava, mint Pészianál gyártörő tavaszkor, úgy bőrgött kosút nagy kora. Hazám hölgyeim! Új időket élünk! Március 15-én mindnyájan másodszor születünk a világra. Ébredjetek fel a szabadság hajnalán ti is! Ha a nő kezében a zászló, férfi kezében a kard, ott a győzelem bizonyos. Ha vannak fiaitok, kik lelkeitek büszkeségeit, tűzétekből kedveikre a szabadság és honvédelem rózsáját. Ha van kedvesetek, tűzétekből kedvére a nemzeti kokárdát, és Istenem, amíg ott lesz az, meg fog kezünkből a kard kimondani. A hölgyek épp úgy, mint a férfiak, viselték a háromszínű kokárdát. Egyelővel, lelkesülve, áldozatkészen mindenre a hazáért. Őt voltak! Petőfi és Szentei Júlia, Lövei Klára, Szilárdi Lilla, Kossuth Zsuzsanna, Teleki Tarka Bófő, Mária Főgagy, Nagy Tadó Karli Rósa. Legyen áldás a férfi, ki sebeit a honvédelmében nyerte. Női kezek községbe sebeit. Legyen áldás én, hova a szabadság bajnokait nem. Nő, kezei ültessenek rá a világokra. Nő, könnyei legyenek az édes harmad a világokra. Kinek nevétől föl lelkesül, kinek emléke az élet útjain vezeti, ki őt jóvá vagy rosszá teheti. E védangyal a nő, a gyermekek anyja, az ifjúnak kedvese, a férfinak a neje. Szabadságért feláldozom szerelmet.
Március 15-én reggel, amikor a bécsi forradalom hírét vettük, kezdeményezte a pillanatbeli ifjaknak, hogy a 19-ére tervezett légyülés azonnal meg kell tartani. Nagyapáim és apáim, még egy század elhaladt, nem tevénünk annyit, mi még 24 óra. Olyan, mint vérünk, ez
ezt is eljön a mindenemben, miben magyar vér és szabad szellem lángol. A forradalom olyan, mint a tavasz, a forradalom olyan, mint egy hangos kiáltás, olyan, mint a szél zúgása, olyan, mint a tenger halajlása. A mi forradalmunk egy nagyon hangos kiáltás volt, mert még csak hallatszott. Magyarország az 1800-as évek első felében a Habsburg monarchia része volt. A hatalom csúcsán nagy birtokos főnemesek álltak, akik sok szállal kötődtek a bécsi udvarhoz. A király hatalommal szemben a köznemesség egyszerre védte saját előjogait, s az állam adott ország csekély önállóságát. A túlnyomó többség, a jobbágyak nem szólhattak bele a politikába. No.
szabadság! Tessék! Először is én üdvözöllek, kiimádkoztam, küzdöttem őket. Szebb a te, szebb minden országbeli testvérünél, mert nem fülöttél vérben, téged tisztelőmből is most. Minden népnek vannak ünnepei. Minden ünnepnek vannak virágai. Minden ünnepnek vannak fényei, tisztelet virágai és az emlékezés fényei. Minden ünnepnek vannak hangjai. A legszebbek a szabadság hangjai. A szabadság olyan, mint a szellő. A szabadság olyan, mint egy mosoly, olyan, mint egy csomag. A szabadság olyan, mint egy csoport virág. A szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel jár. Azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek. Azt jelenti, hogy szabadon választhatok bármit. Azt jelenti, hogy bátran nevethetek és sírhatok. Azt jelenti, hogy szabadon szeretetek. Azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. Tartjuk tiszteletbe e napot, melyen a nép szava először megszólalt. Magyar szabadság e naptól kezdődik. Van-e még abból a tisztaságból, abból a makulátlan hitből, tiszta vágyból? Van-e még abból a tisztaságból, ősi becsületből, nagy hitett vágyból? Van-e még? Van-e még mindig magyar, aki valami igazán szépet akar? Van-e még? A rög alatt most megmozdulom, s a szív alatt az aranyban van, hogy itt örökből egy darabadunk, rajta lőttünk és általadunk. Száz szitka, nedvel még bennünk kerünk, dololtunk, sírtunk, s rögbe szívunk. A Kárpáton túl le az Almunáig, egy bősz üvölték, egy vad zivatar, szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a ha nem születtem volna is magyarnak, e léphez államékezetlen én, mert elhagyott, mert legelhagyottabb minden népek közt a föld kerekét. Uram, adj békességet a Kárpáton között, sehol még földet annyi köd, s vér nem öntözött. Magyar mezőn átrepítünk egy bátor dallamot. Szembe hozunk mácsos hiszre, s a legnagyobb asszonyunk meg a vér. Vagy gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagyvilág. A zend, a zene szó, látom ragyogó, szép ország. Tágos karibá, magyar napsugár. Lélek, hogy válik benned majd örök, mert vélem, az
Minden ember csak beszél. Mi talán a legelsők, kik tenni mertünk a holért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját. Mi riasztunk föl zajunkkal nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsó volt, s benne egy nemzet a halott. Megillettük, és 14 millió szív földobogott. Abban lelünk mi jutalmat, megnyugoszunk mi azon. Bárki is a dicsőség, a hazáé a haszon. Thank you.
Tisztelt ünneplők, kedves emlékezők! Először is szeretném megköszönni a gyerekeknek, illetőleg a felkészítőknek ezt a szép műsort. Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a hagyományos március 15-i ünnepünkön. Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a hagyományos március 15-i ünnepünkön, melyel az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc emlékének tisztelt. Szívünk fölött piros-fehér zöld kokárda, szívünkben felemelő, magasztos ünnep, népünk, nemzetünk emléke. A tavasz nem csak a természetet ébreszti fel téli álmából, hanem az embereket is. Mint a nemzetek fiai, a fák egyszerre ingadozni, hajladozni kezdenek, mint a könnyű szídől is fognál őket. Nyújtózkodnak. Közben rügy után pattan, és alig kerülünk, fordulunk egyet-kettőt, már új, zöld ernyő veszi körbe a fák lombkoronáját. 1848-ban először Párizsban hozott új rügyeket a tavasz, aztán következtek az olasz városok, alig két hét elteltével, még a halvérő Bécs is felfolyt. Március 15-én nálunk is a cikrázó napsütés sugarai áttörték a kötfelhőket, és nyomában felvirradt a szabadság napja, amely a magyar történelem legszebb és egyben legelismertebb fejezete. A polgári átalakulásért vívott küzdelem, hősiessége egy össznemzeti mi volt, a mai napig eleven erő. Az akkori márciusi ifjak megmutatták honfitársainknak, egész Európának, hogy érdemesek és képesek megvalósítani a félbe maradt álmokat, felemelni egy országot, egy hazát. Még azok ellenére is, hogy csak hamar áldozatokat követelő, szabadságharccá vált és honvédő háborúba torkolott az elnyomás ellen. Március 15-e olyan ünnep, amellyel valamilyen módon minden korosztály, minden társadalmi réteg azonosulni tud. Nem lehet olyan fiatal, olyan magyar, aki ne adózna ma is, a jövőben is, Petőfi Sándor és az akkori történelmünk hősei példája tettei elő. Ez az ünnep évről évre az újrakezdés, a cselekvés vágy, a nemzeti összefogás lehetőségét is magában hordozza. Fogalmazhatok úgy is, hogy a 12 pont évenkénti számunkérése újrafogalmazása ez a nap. A mai élő ifjúságnak és hisszük utódainknak, a jövő generációjának nem azon kell gondolkodni, mint annak idején az akkori március ifjaknak, akik a csaták mezein hősi halállal akarták a hazáját meghalni, hanem azon, hogyan lehet-e hazát mindennapi tetteinkkel, munkáinkkal felvirágoztatni. Büszkének kell lennünk a múltunkra, mert minden nép büszke a saját múltjára, büszkének kell lennünk a jelenünkre, mert azt mi írjuk, és szeretnénk, ha az utókor is büszke lenne a jövőnkre. A múlt ápolása szent ügy, a jelen éltetése szent kötelesség, a jövő táplálása pedig szent cél. A nemzeti ünnep alkalmával szeretjük hangoztatni, magyar vagyok. Sokaknak a magyarság azt jelenti, hogy magyar nemzeti rockzenét hallgatnak, jelképeket viselnek magukon, ami mind csak külsőség. A jelszó azonban helyes. Magyar vagyok. De miért? Ismerem a magyar történelmet, és tanulok belőle, mert szeretem a magyar embereket és a gyönyörű hazánkat. Erő, hűség és remény. Ez vagyunk mi. A kokárda színei, a nemzeti színek. Büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. Magyarok vagyunk. Egy kis nép vagyunk, mely 1848-al is még ezernyi eseménnyel bizonyította, helye volt, helye van, és helye lesz a világtörténelemben. Kívánom, hogy legyen mindenki ilyen magyar. Ma már nem kell ünnepelt hősöknek lennünk. Hétköznapi hősökként kell folytatnunk 1848 örökségét, mert csak így, és csak is így lehetünk méltó utódai akkori hőseinknek, a március ifjaknak. De emlékezni kell, és egyben kötelesség. Simogassuk meg a piros-fehér-zöld kokárdát, helyezzük el szívünkben az emlékezés méltóságát, soha ne feledjük el határainkon innen és határainkon túl hova tartozásunkat.
Szeressük, féltsük, óvjuk gyönyörű hazánkat, a mi Magyarországunkat. És ha kilátástalannak érezzük is helyzetünket, soha ne hagyjon el minket őseink ereje. Mutassuk meg hűségünket egymás iránt, és reméljük a szép jövőt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!